Szép jó napot kívánok mindenkinek! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves nóta kedvelő közönséget itt a Ceglédvárosi Polgármester Hivatal díszudvarában, amely immár 14 éve ad otthont a nagy sikert adó nyáresti vigadalom elnevezésű szabadtéri rendezvénynek, ahol erre az estére a magyar nótáé a főszerep. Ifjú Károly Ferenc képviselő úr Cegléd város önkormányzata képviseletében évről évre töretlen lelkesedéssel szervezi ezt az estet, amelyet most nagy tapsal köszönjünk meg neki. És hogy milyen népszerű ez a rendezvény, azt mi sem bizonyítja jobban, mint ahogy ma is, mint minden évben, sokan eljöttek, és nem csak Ceglédről, hanem a környező településekről is. Itt vannak a nótát szerető és kedvelő hallgatóság, akik reméljük a ma este folyamán is aktív részesei lesznek fellépők műsorának. A mai estére is népszerű előadókat hoztunk el önöknek. Vannak, akik már állandó szereplői a rendezvénynek, van, akit először köszönhetünk itt. Az est folyamán fellép Madarász Katalin, Farkas Rozika, Tolnai András, Fényes György, Bende Tibor és Kis Attila Andor. Kísér Olá Attila és zenekar. Ezt követően a jó hangulatról kivilágos kivíratték, a Lamour együttes gondoskodik majd. Szeretném még elmondani önöknek, hogy nagyon bízunk abban, hogy az idő idén is kegyes lesz hozzánk, de ha netán mégis eleredne az eső, akkor sem lesz semmi gond, hiszen akkor a rendezvény a Művelődési Központ dísztermében, vagy színház termében folytatódik majd. Kedves közönségünk, az est szervezői és a magam nevében nagyon jó szórakozást, kellemes nyáresti kikapcsolódást kívánok önöknek. Közönségünk, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben Takács László polgármester urat, és felkérem, hogy nyissa meg a rendezvényt, és ezt követően én már hagyományként énekeljen is nekünk. Szép napot, szép estét kívánok én is mindenkinek. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt 14. alkalommal a Városháza udvarán a nóta, a magyar nóta ceglédi ünnepén. Én úgy hiszem, hogy Judit elmondta itt a rossz időre való forgatókönyvet, de a Jóisten nagyon szeret minket ma is, és szép időben lesz részünk, és én úgy hiszem, hogy nagyon szép élményben is lesz részünk. Én tudom és örülök annak nagyon, hogy ilyen sokan megtiszteltek minket ismét. Bízom benne, hogy nagyon jól fogják érezni magukat. Ez a hétvége különleges, hiszen nem csak a magyar nóta a nóta, hanem más zenei irányzatok ünnepe is van most Cegléden. És milyen érdekes, hogy a zenék sokfélék lehetnek, de ez a zene, ez a zene világa összeköt minket, hiszen a zenével nagyon sokféle érzést tudunk kifejezni, akár rockzenéről, akár magyar nótáról, akár regi zenéről, vagy bármilyen más zenéről van szó. Én hiszem, hogy a mai alkalommal, ahogy már említettem, nagyon jól fogják érezni magukat, nagyon szép élményekkel fognak hazamenni, és természetesen visszavárjuk ide önöket a következő alkalomra is. És ahogy már fölkonferáltak, megpróbálok én is egy kicsit hozzátenni ez a mai estéhez. Három nótával készültem önöknek. Az első nóta az én kedves nagyapám kedvenc nótája volt. Gyere, bodri kutyám!
kapcsolatot bennünket, kövesd a gazdádat. Téged bottal vertek, engem kacagással, de gyere vadrik után, meg leszünk. Mellett megyünk, mindkét kimerültek. Miért bántak így velünk, egyikünk se tudja. Ennek könny ez jó hajtás, menjünk csak elő. Visszatekint, sejhaj, visszatekint az elfáradt magát. Ugye, fiú, szép élet a katona élet. Csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet. Ugye, csak az a baj, sejhaj, csak az a baj, hogy nehéz a viselet. Diófából sejhaj, diófából nem csinálnak. A bakának sejhaj, a bakának nem írnak búcsúztatót. Ágyú bolyó lesz annak a búcsúztatója, barna kislány sejhaj, lesz a megsiratója. Ágyú, lesz annak a búcsúztatója. A barna kislány sejhaj, barna kislány lesz a megsiratója. Visel a babám, lehet is az enged igazán. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az enged igazán. Rámás csizma hadszat adjon el, csak a babám sose adjon el. Rámás csizmát visel a babám, szeret is az enged igazán. Rámás
szépen köszönjük, nagy tapsot a zenekarra. És nagyon jó szórakozást kívánok mindenkinek. Szép estét!